A tussal készített smink egy tartós sminknek számít. A szemhéjat vékonyan bekenem egy bézses árnyalatú szemhéjkrémmel. Majd ezt egy enyhén fehéres lilás szemhéjporral fixálom. A felső szempillák tövében vékonyan vonalat húzok a tussal. Ezzel a technikával csak vékonyan a szemivét erősítjük fel, ezáltal sűrűbb hatást kölcsönözve a szempilláknak. A tuss megszáradása után egész nap fennmarad a szemen, de ügyeljünk arra, hogy ne dörzsöljük a szemünket. A klasszikus tusvonal a szemzugtól a szem külső sarkáig általában kifelé vastagodó forma. Ha cicás hatást szeretnénk elérni, akkor szükségünk van egy jól formázott szemöldökre. Ehhez összekötjük a szem külső pontját a szemöldök végpontjával, amely megadja a cicás ívet. Kezdőknek ajánlom, hogy a pontos, precíz vonalat először húzzuk meg ceruzával, és csak utána menjünk át rajta tussal. Így, ha javítani kell a ceruza vonalát, ívét, sokkal könnyebb, mint a tusfestéket próbálnánk lemosni, javítani. Amikor tusvonalat húzunk, mindegy, hogy a tushegye merre néz, a lényeg, hogy kézre álljon. A tusvonal elkészítéséhez nagyon sok türelem és gyakorlás szükséges. Ne csüggedjünk, ha nem megy hamar. Végül a pillákat fekete szempillaspirállal húzzuk ki. Az elkészült tusvonalat mindig ellenőrizzük természetes fénynél, így könnyebben megláthatjuk az esetlegesen elrontott formázást. A tus színe általában fekete vagy barna, de manapság egyre több színes tus is kapható. Akinek nagyon nem látható a szemhéja, érdemes tusvonalat használni. Csak vékonyan, mert úgy kiemeli a szemformáját és ívét.